Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, keresztelőre készülve énekeljük a 329-es számú dicséret második versszakát. A 329-es számú dicséret második versszakát énekeljük, a 329. dicséretünk második versszaka így kezdődik. Nem értem még a földszínén, de értem, megszülettél. Csordás családot, akik eljöttek ide közénk, hogy gyermeküket, Jászmin Lilit részesíthessük a Szent Keresztségben. Mielőtt megkeresztelnénk kislányotokat, tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el közösen, hogy gyülekezettel együtt minden keresztjén egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiával, ami Urunkban, aki fogadhatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most két kérdést intézek a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz, egyet pedig a jelenlévő gyülekezethez. A kérdésekre őszinte szívvel és hallható szóval közösen válaszoljatok. Először tehát a szülőket és a keresztszülőket kérdezem. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által, az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségében, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, közösen felejétek, akarjuk. Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ha így van, közösen felejétek, ígérjük. Ígérjük. Most pedig a jelenlévő gyülekezetet, családtagokat, rokonokat, barátokat kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben, hogy ő hitben növekedhessen? Ha így van, közösen feleljük, ígérjük. Ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldjuk és magasztaljuk szent nevedet, mennybéli jó atyánk, amiért elvezetted hozzánk a csordás családot. Köszönjük, Urunk, hogy neked mindenkire van gondod, és megmutatod jelét annak, hogy kitartozik hozzád. Urunk, köszönjük neked azt a szeretetet, azt az örömet, amivel fogadhatjuk őket. És köszönjük neked a kisgyermeket, Jászmin Lilit, akivel megajándékoztad a szülőket, a nagyszülőket, a családot. Köszönjük neked azt a sok csodát, amit majd ezen a gyermeken keresztül adsz. Urunk Istenünk, imádkozunk Jászminért. Szent lelked erejével kísérd az ő életének útját. Légy vele minden nap, vigyázz rá, óvd meg őt testi, lelki épségében,
és vezesd őt azon az úton, amit számára kijelöltél. Urunk, imádkozunk a szülőkért, keresztszülőkért, nagyszülőkért, rokonokért, szent lelked erejével újítsd meg bennük a hitet, add, hogy teljesíteni tudják fogadalmukat, és őszinte szívvel és hálás hittel tudják nevelni gyermeküket, és kísérjék az ő útját. Urunk Istenünk, szent lelkeddel légy közöttünk, áld meg a keresztséget, áld meg a családot, áld meg mindannyiunkat. Amen. Most figyeltek, fáradjatok ide ki az Úr asztala elé. Jézus Urunk parancsolata szerint kereszteljük gyermekeinket. Úgy Jézus ezt a parancsot hagyta, mielőtt a mennybe felment. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Jászmin Lili, keresztelnek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Fogadjátok Isten áldását. A Teremtő Atya Isten szeretete, a megváltó Fiú Isten kegyelme és az erőt adó Szentlélek legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. És fogadjátok most a gyülekezet áldás kívánását. Közösen énekeljük el a 134. Zsoltár 3. versét, az áldó énekünket, a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten. És akkor most jelzünk el. Köszönjük el a helyünket, testvéreim! Hallgatására készüljünk énekszóval, testvéreim, a 425-ös számú dicséret mind a 4 versét énekeljük. A 425-ös számú dicséret mind a 4 versét, a 425. dicséretünk így kezdődik. Ó Ábrahám, Uram, hadd áldjuk szent. Oh,
Isten tiszteletünk további megáldás és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt meghaladnánk Istenünk hozzánk szóló mai üzenetét, hajtsuk meg a fejünket és bűnbánó szívvel imádkozzunk. Áldjuk és magasztaljuk jóságodat, mennybéli jó atyánk, ezen a mai reggelen is. Köszönjük neked, hogy nem feledkeztél el rólunk. Köszönjük az éjszaka nyugalmát, a pihenést. Köszönjük, hogy testi erőtlenségünk ellenére te újból megajándékozol önmagad erejével, hogy el tudjunk jönni, hogy itt legyünk. Hogy elfoglaljuk azt a helyet, amit te készítettél számunkra, igét hallására. Köszönjük, Urunk, neked végtelen kegyelmedet. Nem érdemeljük meg a te jóságodat, de újra és újra hálatelt szívvel borulunk le színed előtt, mert te szeretsz bennünket. És nagyobb a te szereteted a mi bűneinknél, a mi hitványságainknál. Urunk Istenünk, tedd készíteni a szívünket ezen a mai Isten tiszteleten is, hogy befogadhassunk igét tanítását, hogy szent lelked áldásával formálódhassunk Krisztus képmására, a te neved dicsőségére. Áld meg, Urunk, az igére figyelésünket, áld meg az ige hirdetést, és légy közöttünk lelked erejével. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom most nektek, testvéreim, azt az igét, amelynek hirdetéséhez ezen a mai vasárnapon is a Szentlélek Istent hívom segítségül. Ez az ige írva található Mózes 5. könyvének 32. fejezetében, annak első 9 versében, majd pedig hozzáolvasom Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből a 4. fejezet 6. és 7. versét. Most először Mózes 5. könyvére olvasom az igét, a 32. fejezet első 9 versét, amely így hangzik. Mózes éneke. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, harmadként hújjon mondásom, mint bermet a zsenge fűre, zápor esse a bázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útra. Ő az Isten, nem hitszerű, igaz és egyenes ő. Megrogottak, nem fiai már, hitványak, fonák és hamis ez a nemzedék. Ez a hála az Úr iránt, bolond és esztelen nemzet. Hisz atyád ő, aki megteremtett, ő alkotott és tett erőssé téged. Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli. Közötted élő véneket, ők majd igazolják. Mikor a felséges kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját, kik annyian vannak, mint Izrael fiai, akkor az ő népe maradt az Úr része. Jákob lett az ő kimért öröksége. Pál apostol Filippibeli gyülekezethez írt leveléből olvasom az igét. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nem lehetett nem észrevenni, úgy gondolom, hogy felkerült a süveg a tornyunkra. Hálásak lehetünk az Úristennek, hogy templom építésünkben elérkeztünk ehhez a ponthoz is. Most már tényleg templom formája van az épületnek, és most már nagyjából láthatjuk is azt a magasságot, amelyel szeretnénk bizonyságot tenni a világnak égbe törő magasságával, hogy bizony nagy az Isten dicsősége, nagy az Úr kegyelme ezen a földön. Néhány nappal ezelőtt emelték fel egy óriás daruval a süveget a toronyra. Aki itt volt és végignézte, hogyan történt mindez, az ámulva bámult, nem csak a technikai, hanem a szakmai, műszaki megoldásokon is. Csodálatos élmény volt ez, kevés embernek adatik meg szerintem. Mégis azt kell mondjam, hogy ahol fény van, ott árnyék is van. Ezt a csodálatos eseményt, ahogy a süveg a helyére került,
Ezt bizonyos szempontból beárnyékolta egy számomra eléggé szomorú jelenet. Egészen közel álltunk a süveghez, ahol a munkások kötötték a hevedereket, hogy aztán majd a dagó felemelje, és ezt a magasztos pillanatot, ezt az áldott pillanatot beárnyékolta, ahogyan a munkások egymással, meg egymás között beszélgettek. Nem tehetünk más, fültömű voltunk, legalábbis én mindenképpen, és hát szomorúan hallottam, hogy hogyan káromkodnak, szitkozódnak, mert nem úgy illeszkedik a heveder, ahogy ők azt gondolták, sőt, Isten nevével is káromkodtak, és Isten nevével is élcelődtek, viccelődtek. Keserű volt ezt hallgatni, azért is, mert hogy hát egy ilyen nemes célt, egy ilyen nemes feladatban vannak éppen benne, és nem veszik észre, hogy egy ilyen áldott pillanatban milyen komoly feladat hárul rájuk, és ahelyett, hogy hálásak lennének, hálátlanul, érzéketlenül, hitetlenül káromolják Isten nevét. Lehet, hogy csak nekem tűnt ez föl. Nem tudtam szólni nekik, hiszen ők egy biztonsági zónán belül dolgoztak, de rosszul esett. Rosszul esett, hogy egy ilyen áldott eseményt, ilyen mocskos szájjal, ilyen hitetlen, hálátlan szívvel a munkások megszentségtelenítenek. De ezt nem azért mondtam most el, hogy ítélkezzünk a munkások felett véletlenül sem, hanem azért, hogy rámutassak arra, hogy hát mi emberek milyen gyarlóak is tudunk lenni. Sokszor bizony mi magunk, templomos nép, sem veszünk észre az életünkben munkálkodó Istent. És ahelyett, hogy hálásak lennénk egy-egy pillanatért, sokszor hálátlanul, aggódással a szívünkben, közönnyel, közönben, hitetlenül megyünk el események, helyzetek mellett az életünkben, nem veszük észre, hogy Isten ott van, nem veszük észre, hogy egy áldott pillanat van, hála helyett hálátlanság van a szívünkben. Emberek vagyunk, ahogyan évezredekkel ezelőtt a választott nép, Izrael népe is ember volt, és ugyanebben a kettőségben került. A mai alapigényben ez a kettőség jelenik meg. Ott van Izrael népe, az ígéret földjének küszöbén. Véget ért a 40 évnyi pusztai vándorlás. Jóval mögöttük van már a múlt történelme, az egyiptomi rabszolgaság, azok a keserű évek. És ott állnak az ígéret földjének küszöbén, hálatelt szívvel. Várják a belépést, várják a honfoglalást, várják, hogy a vándorlásból végre egy letelepedett nép legyenek és békességben éljenek. És ekkor, ebben az áldott történelmi pillanatban hangzik Mózesen keresztül Isten szava. És Isten ahelyett, hogy megdicsérné a népet, hogy milyen hálásak, hogy észreveszik ezt a csodát, ahelyett bizony ítélkezik. Ítélkezik és figyelmeztet, hogy most örülnek, most hálásak, de nem telik bele sok idő, és a hálát a hálátlanság fogja felváltani. Nem telik bele sok idő, és Izrael népe idegen istenek felé fog fordulni, mert azt fogja gondolni, hogy az ő istenük, atyáik istene elhagyta őket. Nem veszik észre majd a mindennapos gondjaikban Isten áldó jelenlétét. Mózes énekét hallhattuk, amely egy leleplező ének. A választott nép szíve mélyén lévő hitetlensége, gyarlóságot, erőtlensége leplezi le. Megromlottak, mondja az ige. Nem fiai már. Milyen súlyos szavak ezek. Isten gyermekei, a választott nép, fogadott gyermekei, és most azt mondja Isten Mózesen keresztül, hogy nem fiai már. Fonák és hamis ez a nemzedék. Találom ez a kifejezés, fonák. Ott van Izrael népe, hálatelt szívvel, de van valami belül, amiről lehet, hogy még ők se tudnak. Az erőtlenség, a hitetlenség. Elfoglalják majd az ígéret földjét. Józsué könyvében olvasjuk, ahogy megtörténik a honfoglalás. Aztán letelepednek, élik a mindennapos életüket, hálatelt szívvel Isten felé fordulva, de aztán történik valami. Jön egy nehézség, egy próbatétel. Jönnek az idegen istenek, a bálványszobrok, az környező népektől, és a próbatételek közepette a zsidó nép elfordul Istentől.
Az Ószövetségben újra és újra találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy még ott van a választott nép szívében a hittel és a hálaadással, a következő percben, következő pillanatban ugye ez a választott nép már hitetlenül és hálátlanul áll Istenem. Fonák és hamis ez a nemzedék, mondja Mózes. Bizony a ruhának, egy szép szőttesnek is van fonákja, tudjuk jól, hogy milyen az. Az nem olyan szép, nem olyan díszes, nem olyan látványos ott van, mint a. Vagy a tenészben is használják ezt a kifejezést, amikor nem tenyeres üt az ember, hanem fonákot üt, az ütő másik oldalával üti meg a labdát. De hát itt nyilván átvitt értelemről van szó. A fonák azt jelenti, hogy rejtett dolog. Az, ami nem látszik kívülről. Az, ami a színfalak mögött van. Az, ami az ember próbál palástolni, elrejteni. Fonák ez a nemzedék. És ezek a szavak most hozzánk szólnak, testvéreim, minket int és figyelmeztet Isre. Itt ülünk hétről hétre a templomban. Napról napra olvasjuk az igét, imára kulcsoljuk a kezünket, és most hozzánk szól az ige, és nekünk szegezi Isten Mózesen keresztül, hogy fonák és hamis ez a nemzedék. Fájó ezt hallani. Fájó ezt hallani azért is, mert hát mi hálásak vagyunk Istennek, itt ülünk. Hálásak vagyunk a templomért, hogy most már a süveg a helyére került. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten egyházának tagjai lehetünk, hogy hallhatjuk az igét, kézbe vehetjük a szentírás, lelki táplálékunk lehet. Hálásak vagyunk gyermekeinkért, keresztelőkért, annyi mindenért tudunk hálásak lenni, és vagyunk is. Miért ilyen szigorú az Isten? Miért ítélkezik most felettünk úgy, hogy mi most egy fonák és hamis nemzedék vagyunk? Jogos az Úr? Kemény szava? Ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, és őszinte választ, és most a fonákját lássuk a mi lelki életünknek, hitéletünknek, ahhoz tegyük az ige tükrében mérlegre a hálaadásainkat. Tudunk-e eléggé hálásak lenni? És ehhez hívjuk az igét segítségül, ugyanis a Szentírásban rengeteg helyen, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben találkozunk olyan igékkel, amelyek az a hála adással és a hálával kapcsolatosak, az Isten felé való odafordulással kapcsolatosak. Egy ószövetségi zsoltárt idézek. Hála adásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. A hála áldozatról beszél itt a Szentíró és fogadalomról. Mind a kettő nagyon fontos az ember életében. Mi Isten megváltottai vagyunk, testvéreink. Jézus Krisztus értünk halt meg a kereszten, hogy egy új életünk lehessen. Hogy nekünk már a bűneink miatt ne a kárhozattal kelljen számolni, hanem helyette a mennyek országával. Jézus Krisztus egy új emberrel ajándékozott meg, és hozzáadta a Szent Lelkét, hogy ebben az új emberben meg tudjunk állni, és nemet tudjunk mondani a kísértőnek. Testvéreim, mi nagyon sokkal tartozunk Istennek. Mi az egész életünkkel tartozunk Istennek. A mi életünk már nem a miénk, hanem az Istené, aki megváltott bennünket. Én már nem a magamé vagyok, hanem az én megváltó uramé. És nagyon sokkal tartozunk. És amikor az zsoltáros arról beszél, hogy hála áldozatot mutassunk be Istennek, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy én az egész életemet áldozom oda hálából Istennek. Tegyük mérlegre, testvéreim! Mennyire áldozom én oda az életemet Istennek? Vajon a mindennapokban, a munkahelyemen, a családi életemben, a gyülekezetben, a magyar nemzet életében, vagy felelősen gondolkodó emberként itt a Földön, oda áldozom-e én az életemet Istennek? Annak az Istennek, aki újjáteremtett engem. Eszközök vagyunk Isten kezében. Eszközök ezen a Földön, és ezzel tudunk mi szolgálni, ezzel tudunk áldozni. Tudunk szavainkkal is bizonyságot tenni. Hadd mondjam el személyes példaként, hogy amikor én megéltem Krisztus Urunk megváltását, már felnőtt voltam, addig is hittem Istenben, de akkor értettem meg igazán az ő szavát, 27 évesen, sokszor meséltem már itt közöttetek erről. Akkor én lelkész lettem, átrajta mindent. A közgazdás világot, a vállalkozói világot lelkész lettem, hálából. És ma is, amikor itt állok előttetek és hirdetem Isten igét, én hálából hirdetem.
Nem nézem azt, hogy fáradt vagyok-e, nem nézem azt, hogy kimerült vagyok-e, nem nézem azt, hogy most lenne más dolgom, vagy máshol lennék, hanem hálás vagyok az Úristennek. De ez nem csak rólam szól, én is ember vagyok, ahogyan ti. Én mindannyiunknak mérlegre kell tenni, hogy vajon mennyire fejezem ki a hálámat Isten felé. Oda áldozom az életemet. Például, amikor önzetlenül szolgálok a gyülekezetben. Amikor mondjuk kitakarítom az imatermet, akkor nem a lelkészennek végzek szolgálatot, nem azért takarít, fogok seprűt, mert a lelkész ezt kérte, hanem hálából takarítom ki Isten felé, mert annyi mindent kaptam tőle, az életemet, a gyermekeimet, a munkámat, az egészségemet, a gyógyulásomat, a magányban a társat. Vagy amikor kertészkedem, vagy amikor dolgozom, kőművesként, ácsként, asztalosként, tanárként. Nem azért dolgozom, mert nekem ez a dolgom és kötelességem, hanem azért dolgozom, azért tanítok, azért fogom a kezembe a vésőt, a kalapácsot, a marteres lapátot, mert hálás vagyok Istennek, aki ad nekem munkát, ad nekem erőt, egészséget, lelki táplálékot. Azt mondja a Zsoltár író, hála adásodat áldozd az Istennek. Ez a mi áldozatunk Isten felé. Mi már nem a magunké vagyunk, hanem Istené. Tegyük mérlegre, testvéreim, hogy hányadán állunk is. És aztán beszél a Zsoltár író a fogadalmak megtartásáról is. Itt is feltehetjük a nagy kérdőjelet. Amikor én elfogadtam Krisztus megváltását az életemre nézve, elfogadtam az ő parancsolatait is. Ugye a keresztelőnél hallhattuk a fogadalom tételnél, illetve a fogadalom tételnél a fogadalmat, illetve a missziói parancsnál az, hogy menjeteket, tegyetek tanítvánnyá, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Most a szülőknek, keresztülők tettek egy fogadalmat Isten előtt. Nekik ezt meg kell tartani. Nem nekünk tették ezt a fogadalmat, nem nekem, lelkésznek tettétek, hanem Istennek. Mert ti hálásak vagytok a gyermeketekért, Jászminért, meg ezt keresztülők és a saját gyermekeikért. A hálánkat kell kifejezni Isten felé, és ennek az egyik része az engedelmes szolgálatvégzés, a másik része meg a fogadalmak megtartása, hogy úgy élek, ahogy a Krisztus erre tanított. Szeretetben, megbocsátásban, békességben, alázatban, hitben, imádságban. De aztán menjünk tovább. Mert ilyet is mond az ige a hálával kapcsolatosan, hogy amit pedig szóltok vagy tettek, mi az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Bármit teszek, Isten dicsőségére tegyem. Ne embereknek akarjatok tetszeni, mondja az ige. Nem embereknek szolgálunk, Istennek szolgálunk. De aztán a hála áldozatunknak, a hálán kifejezésének van egy másik módja is. Erről is hétről hétre, vasárnaponként hallunk, az adakozás. Ugye gyakran hallott ige 2 Korintusból, készítsétek elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen kényszerű hála áldozat, nem pedig kényszerű adomány. Az adakozás Isten iránti hálák kifejezésének egyik eszköze. De nem csak a hálánkat fejezzük ki ezzel, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az adakozásunk az fokmérője a hitünknek, és az Istenbe vetett bizalmunknak. Rá tudom-e bízni Istenre az én életemet? Utolsó napokban, hónapokban, a hónap utolsó napjaiban, amikor a zsebembe nézem, hogy most mennyi pénzem van, mérlegelem az, hogy most inkább kevesebbet dobok a persebe, vagy inkább többet, és majd Uram, te gondoskodsz a te gyermekedről. Fokmérője az adakozásunk a hitünknek. És ezt nem az egyház találta ki. Olyan sokszor hallani kritikával, általában persze azok kritizálnak, akik egyáltalán nem gyakorolják a hitüket, nem is járnak templomba, de sokszor halljuk kívülről, hogy kritikaként, hogy az egyház mindig a pénzről beszél. Az egyház nem a pénzről beszél. Az egyház arról beszél, hogy én a hálámat kifejezem az Úr felé, az adakozással. És ezt nem az egyház találta ki, ez több ezer év óta így van, az Ószövetségben már meg van írva, hogy a Föld minden tizede az Úré. Mindent Istentől kapunk, testvéreim. A munkánkat úgy, mint a fizetésünket. A fizetésünket úgy, mint azt a kenyeret, amit a fizetésünkből megveszünk. Mindent az Úr Istentől kapunk. Tartozunk neki. Istennek adjuk a mi hála áldozatunkat, az adományunkat.
És nem csak arról van szó, amikor a tizedről beszélünk, hogy a perselybe vagy az egyház kasszájába befizetem a fizetésemnek, a jövedelmemnek a 10%-át, hanem arról is szó van itt, hogy én meglátom a nyomorultat, és a koldusnak adok az aluljáróban, vagy az út sarkán álló koldusnak a kezébe adok adományt, önzetlenül. Nem mérlegelem, hogy ő most mire fogja költeni, italra vagy kenyérre, adok. Mert hálás vagyok az Úrnak, mert én tőle kaptam. De ugyanígy, amikor egy rászoruló családtagot segítünk, támogatunk havi rendszerességgel, az is hála áldozat az Úrnak. Tudnám másra költeni, tudnám magamra költeni, de én inkább odaadom azt rendszeresen, havi rendszerességgel, éveken keresztül, mert megadja az Úr ezt nekem, mert az Úrtól kapom. Vagy amikor a templomunk építésére adakozunk, vagy a templomunk berendezési tárgyaira, vagy bedobjuk a kis pénzgyűjtő gyűjtőládánkban az éppen aktuális rászoruló közösségnek az adományokat. Ezek mind hála áldozatok. Nem azért dobjuk be, mert a lelkész ezt mondja. Nem azért dobjuk be, mert ez a hagyomány, mert kiskoromban is már ezt megszoktam, hogy a kis aprót bedobom a perselybe. Hálából áldozunk Istennek. Hogy állok ezzel? Mérlegre a saját hála áldozatunkat. Hogy állok ezzel? És aztán még egy igét hagy hozzak ide elétek, amelyben szintén megláthatjuk a saját hálánkat, vagy éppen hálátlanságunkat. Filippi levélben olvassuk, éppen a textusként olvasott igében is hallhattuk. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Vizsgáljuk meg egy kicsit az imáinkat. Azt az imát, amelyet lehet más nem is hall, csak egyedül Isten. De Isten azt nagyon is hallja. Miről szólnak az imáink? Kérésről? Panaszról? Elégedetlenségről? Vizsgáljuk meg, van-e benne hálaadás? Sőt, fordítsuk meg a kérdést. Hálaadással kezdene az imámat. Megfigyelhetik a testvérek, hogy minden vasárnap az Isten tiszteleten, amikor imádkozunk, akár az igehirdetés előtt, akár utána, hálaadással kezdődik az imádság. Mert a hálánkat kifejezzük Isten felé, mert ő az, aki megtart. Ő neki köszönjük, hogy itt vagyunk, ő neki köszönjük az új életünket Krisztusban. A leges, legfontosabb dolog az imádságban a hálaadás. És aztán majd utána kezdhetem el sorolni a kéréseimet, vágyaimat, gondjaimat. Tegyük mérlegre az egyéni imáinkat. És ugyanide kapcsolódik az aggódás is, ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz, hogy semmiért sem aggódjatok, hanem hálaadással imádkozzatok. Mennyi aggódás van a mi életünk a szívünkben? Szoktunk aggódni ezért, azért, gyermekeinkért, jövőjükért, egészségünkért, gyógyulásért. Sok mindenért aggódunk. Ez egy természetes emberi dolog. A kérdés inkább az, hogy az aggódást mi követi? Rámerem-e bízni a gyermekeimet Isten vezetésére? El tudom-e engedni az aggódást szeretteimért, tudva azt, hogy az Úristen gondot visel rájuk, és ahogy rám is gondot visel? El tudom-e engedni az anyagi kiszolgáltatottságot, vagy a munkanélküliséget, vagy a reményvesztettséget, tudva azt, hogy Isten még a legreménytelenebb helyzetben is ott van, és vezet, és segít a döntésben? Nem az aggódással önmagában van baj. Akkor van baj, amikor az ember életét semmi más nem tölti ki, csak az aggódás. És ezt az aggódás nem váltja fel a reményteljes hit és a hálaadás. Sok példát lehetne hozni még az Szentírásból. Sok olyan ige van, amely a hálánk kifejezéséről szól. És ezekben mind megláthatjuk saját magunk erőtlenségét. Mert jogos Isten ítélete, ahogyan egykor Izrael népe felett is megszólalt Mózesen keresztül, úgy most hozzánk szól. Ott van egy választott nép, ott van a ígéret földjének küszöbén. Véget ért a 40 évnyi vándorlás. Már látják Kánaán földjét, már látják, hogy hova vezette őket az Úr. Már nem csak szóban hallják, hogy majd eljön egyszer az ígéret földje, hanem ott van a szemük előtt, a szívük tele van hálaadással, és erre felhangzik Isten ígére, Isten ítélkezése. Felhangzik Isten figyelmeztető szava. Most hálát adsz,
de nem sok idő múlva hálátlanul elfordulsz tőlem, és azokat a pogány isteneket fogod imádni, amik most ott vannak még az ígéret földjén. Jogosan figyelmezte bennünket az ige testvéreim, mert mi is sokszor hálátlanok vagyunk. Elégedetlenek, aggodalmaskodók, reményvesztettek. Mi sem érdemlünk mást, mint amit Izrael népe, amikor Mózes így szól, kint fegyvert gyilkol majd titeket, bent meg a rémület. Az az ember, aki nem tud hálás lenni Isten felé, az kint fegyvert gyilkolja, bent rémület. De az alapigénynek mégsem ez a súlyos ítélet és figyelmeztetés a fő hangsúlya, nem ezen van, hanem Isten szeretetén. Mert Mózes bár dorgálja a választott népet, de mégis a végkicsengése az ő énekének az, hogy dicsérjétek ti nemzetek Istent, aki engesztelé szerez népének a földjén. Mózes rámutat arra, hogy Isten látja a mi erőtlenségünket, látja a mi fonák életünket. De ő akkor sem hagy el bennünket, hanem szeretetével odahajol hozzánk, és az utolsó pillanatban is megragad bennünket, amikor már úgy érezzük, minden veszve van. Megragad, és újra felállít kegyelmében, és vezet bennünket. Jézus Krisztusért miénk ez az ígéret. Jézus Krisztusért van bűnbocsánat. Jézus Krisztus érdeméért van új élet. Jézus Krisztus érdeméért nem kell aggódnunk a mennyei hajlék felől. Mindent Istentől kapunk, ezért mindennel tartozunk neki, az egész életünkkel. Nem könnyű mindig hálás szívvel fordulni, különösen amikor nehézségekbe ütközünk, próbatételeket kell elszenvednünk, betegség, gyász, tudjátok miről van szó. De Isten akkor sem hagy el bennünket, mert szeret. Ott van mellettünk, fogja a kezünket, és segít, hogy meglássuk őt, segít, hogy hálát tudjunk adni neki. Segít, hogy ne az aggódás uralja a szívünket, hanem könyörgésben mindenkor hálaadással tudjunk felé fordulni. Mert ő azt szeretné, hogy az ő békességében éljünk Jézus Krisztus által. Ezért övé legyen a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Gyertek testvéreim, egy kedves percben egyéni imáinkat, hálaadásunkat fogalmazunk meg imádságban. Drága Jézusunk, az emberi szó oly kevés ahhoz, hogy kifejezzük hálánkat. De mégis most szeretnék megköszönni neked mindent. Köszönjük az életünket, a megváltott új emberi életünket. Köszönjük szent lelked minden nap eltöltő ajándékát. Köszönjük bűnbocsátó szeretetedet. Köszönjük, hogy újra és újra fénygyújtasz a földi sötétségben és utat mutatsz nekünk. Köszönjük gyermekeinket, unokáinkat, családjainkat. Köszönjük a munkánkat. Köszönjük, hogy te gondoskodsz a megélhetésünkről, hogy van mit ennünk, van mivel ruházkodnunk, van hol laknunk. És köszönjük azt is, Úrunk, hogy amikor próbatételeket kell elszenvednünk, mert lehet, hogy nincs munkánk, lehet, hogy nincs jövedelmünk, lehet, hogy nincs családunk, lehet, hogy nincs fedél a fejünk felett. De köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy te ilyenkor is mellettünk vagy, és utat mutatsz, és vigyázol ránk. És ha bezárul előttünk egy kapu, akkor te kinyitsz egy ajtót, hogy semmi se gátolhasson meg bennünket abban, hogy elérjünk a végcélhoz hozzá, a mennyek országába, és elfoglalhassuk helyünket, amelyet elkészítettél számunkra. Köszönöm, Uram, neked mindent. És ezért kérünk, fogadd el életünket hála áldozatul. Attól, hogy minden szavunkkal és tettünkkel, a munkánkkal, az imádságainkkal, a szavainkkal, a szabadidőnkkel és mindennel a te neved dicsőségét hirdessük, és ki tudjuk fejezni hálaadásunkat. Segítsünk, hogy ne legyünk aggodalmaskodók.
Ne féljünk a holnaptól, hogy mit hoz az majd nekünk. Ne féljünk attól, hogy mit fogunk enni, miből fizetjük ki a számlákat. Mert te velünk vagy. És te megmutatod az utat, amely a megoldáshoz vezet. Úrunk, szeretnénk mindig, minden nap, életünk minden percében hálaadással fogalmazni imáinkat, és megköszönni a te jóságodat, szeretetedet, megtartó kegyelmedet. Áldott legyen szent neved, most és mindörökké. Amen. De ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most örökké. Amen. Kedves testvéreink, foglaljuk el a helyünket, és készüljünk az úrvacsorai közösségre, újra és áldott csodájára. Énekszóval először a 436-os számú dicséretünk első versét énekeljük, a 436. számú dicséret első versét. Örülj szívvel, vigyázz, békességet. Részesedhessenek a látható ige áldásában, és megváltó Úrunk hív bennünket, jöjjetek, mert immár minden kész. Mindenek előtt hallgassátok meg, mi módon szerezte megváltó Úrunk az úrvacsora szent sákramentumát. Ez legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írt első levél 11. részében, a 23. verstől kezdődően a következő képen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer isszátok, eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, előttünk vannak a látható jegyek. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úr elé, bűnbánó szívvel valljuk meg imádságban bűneinket, Zsoltáros szavaival. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le róla a bűnömet, s vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vessel orcád elől,
Szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen. Jézus Krisztus nevében. Amen. Bűnbánat a tartásunk után hitvallásunkat elmondtuk a keresztelő alkalmával. Most egyházunk jó rendje és szokása szerint őszinte szívvel és hallható szóval feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, közösen feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, közösen feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha így van, közösen feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad, ami mennyei jó atyánk ingyen kegyelméből Jézus Krisztus érdeméért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, és jelöljük az igazolához a megszokott rend szerint. Aki nagy kenyérből kérné a bort, kérdezze. Az úrvacsora vétele alatt a 457-es számú dicsérettől kezdve énekeljük folytatólagosan az énekeket. És most tekintettel arra, hogy keresztelőre érkezett testvéreink nem biztos, hogy annyira ismerik a járást itt az úrasztal körül, ezért most a baloldali széksor kezdje meg az úrvacsorát, tehát onnan induljunk majd ide. Az üres kelyeket presbiter testvérem segítségével erre a tálcára lehet majd helyezni. Tehát most a 457-es számú dicsérettől kezdve énekeljük az énekeket. Való eleink és az Úr kegyelméből ígérjük velem a mi is. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy hiába valóvá ne tegyétek magatokban Krisztus kegyelmét. Ne uralkodjék többé a ti szívetekben a bűn, a gonosz, hanem keresztjén rendeltetésetekhez méltóan viseljétek magatokat. Legyetek, mint az ő szerettei és szentjei, jóságosak, könyörületesek, béketűrők. Ha valamilyen panaszotok lenne egymás ellen, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátok ti nektek. Isten áldásának és békességének legyetek eszközei,
követei ebben a világban. Gyertek testvéreim, imádságban is adjuk hálát, hogy ő megmondott a kegyelmet. Köszönjük Jézusunk, hogy fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk szent asztalonnál. Köszönjük, hogy te nem küldesz el, amikor a szívünkben csak kis szitra, lángra gyűlés vágyik arra, hogy hozzád menjen. Hogy teljesen legyen a mi életünkben a te szereteted, kegyelmed. Áldott legyen szent neved, Úrunk, jóságodért, megbocsátó kegyelmedért. És kérünk, hogy szent lelked erejével maradj velünk. Tedd áldássá számunkra a mai ige hirdetés, a mai úrvacsorai közösséget, és add, hogy lelked ereje által tudjuk betölteni azt a küldetést, amit egyen-egyenként ránk bízol. Segíts, Úrunk, hogy mint a te szeretteid és szentjeid, és megváltott gyermekeid, a te akaratodat tudjuk teljesíteni hűséggel, engedelmességgel, kitartással. Kérünk, Urunk, légy mindenek. Amen. Foglaljuk el a helyet a testvéreink, és hallgassuk meg most a küldetéseket. Mindenek előtt hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét, és mint a hálán kifejezésének egyik eszközét, Isten iránti hálán kifejezésének egyik eszközét. Az ige szavával hirdetem az adakozást. Készítsétek elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig kényszerű adomány. Nagy nagy szeretettel köszöntöm gyülekezetünkbe érkező csodás családot és a barátokat, ismerősöket, rokonokat is elhúzom benneteket még egyszer. És ugyanezzel a szeretettel szeretném köszönteni gyülekezetünk azon tagjait, akik az elmúlt hetekben valamilyen évfordulót ünnepeltek, születésnaposainkat szeretném név szerint is kiemelni. Isten gazdag áldása legyen Elzesszel Claudia, Bakonyné Fábián Hajnalka, Csurka Károly, ifja Deák Ferenc, Varga Ismánné, Ecser Anna és Vas Konrád testvéreink életén az Úr áldja meg őket születésnapjukon. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten szabadságon leszek, ismételten. Vasárnap Rózsa Katalin kórház lelkész fog szolgálni ismételten. Gyülekezeti közösségre várjuk azzal a szeretettel, ahogy ezt szoktuk. És ezzel kapcsolatosan hirdetném még a testvéreknek, hogy jövő héten családdal megyek el, tehát üres lesz úgymond a parókia. Kérnék segítséget a takarításban, hogy a vasárnapi istentiszteletre szép rendben legyen a imatermű, és aztán majd a nyitást, ezt is rendezett, megoldott legyen. A házigazdákat kérném erre fokozottan már, mint a nyitásra, a lámpák felkapcsolására. De a takarításban megkérnék segítséget valakitől, aki ezt tudná vállalni, annak tudok adni kulcsot, és be tud jönni ide az imateremben. Hirdetem a testvéreknek a kárpátaljai buszos kirándulásunkat. Jelenleg 31 fő jelentkezett a kárpátaljai útunkra, 40 fős a buszunk, tehát ha valaki még szeretne jönni, akkor még lehet jelentkezni. Nagyjából kialakultak a költségek is, körülbelül olyan 25 ezer forint körül, 30 ezer forint költőpénzzel belépőjegyekre együtt kb. 1000 lehet számolni egyénenként, fejenként. Ebből benne van a szállás 4 nap, 3 éjszaka, tehát július 18-ától 21-ig tart ez az utazásunk. Azok, akik idáig jelentkeztek, azoknak elkészítettem már egy tájékoztatót, és e-mailen mindenkinek átküldtem. Ha valaki nem kapta meg, akkor azt kérném jelezze felé, hogy egyeztessük az e-mail címet újra. Hirdetem a hála áldozatunkat, hála adakozást a templom belső eszközeinek beszerzésére. Köszönjük az eddigi felajánlásokat, és szépen épül a templomunk, de az, hogy be tudjuk majd rendezni ahhoz a gyülekezet áldozatvállalására van szükség, erre bátorítom a testvéreket, Isten iránti hála kifejezésnek eszközeként. Hirdetem a kávéte adománygyűjtésünket is, nem csak magunknak gyűjtünk, illetve nem csak magunk dolgaival fejezhetjük Isten iránti hálánkat, hanem mások felé is fordulhatunk ezzel az áldozatvállalással. Mai napon zárnánk le tulajdonképpen a zsobóki árvaház számára megtudjuk adománygyűjtésünket, onnan mellett valamelyik található pénzgyűjtő adománygyűjtő dolgozunkba lehetünk adományokat adni a zsobóki református árvaházba.
Hirdetem a testvéreknek a szeretett vendégségi szolgálatot is. Itt a nyári időben nyilván nehezebben megoldható ez, de mégis, ha valakit indít a lélek, és örömmel vívja az ilyen szolgálatot, a szeretettel hívjuk és bátorítjuk, hogy jelentkezzen nálam, jelezzen, hogy melyik vasárnap szolgál a gyülekezet közösségével. Köszönöm szépen a figyelmet. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Mielőtt újra hallanánk Istenünk igéjét, amivel amin keresztül szorma hozzánk, és vennék az áldást, hogy gyertek testvéreink fennállva, énekeljük el nemzeti imádságot. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel.